Köszöntöm a Banyhádi Napló nézőit, Kutni Gábor vagyok. Kérem, tekintsék meg röviden, mit kínálunk a mai műsorban. Januártól újra kinyit a Banyhádi Posta. Motoros Mikulások lepték el a várost. Egy építkezés a tervező szemével. Adventi hangulat uralkodott a Széchenyi István Általános Iskolában. 300. kiállítása nyílt meg Stekli Zsuzsának. A gazdasági nehézségek hatására a Magyar Posta úgy döntött, több hivatalát is bezárja. Ez Bonyhádon két postát is érintett. A város vezetése azonnal tárgyalásokat kezdett a helyzet kezelése érdekében, melynek eredményeként az új év a Fáji lakótelepi postahivatal újranyitásával indulhat. A Fáji lakótelepi postahivatal ajtaján található értesítés is tudatja a szolgáltatást igénybe venni akarókkal, hogy november 12-től ez a hivatal is bezárt. De nem csak ezt, hanem a majosít is bezárta az üzemeltető azzal az indokkal, hogy a megemelkedett energiaárak mellett csak egyetlen postát tudnak működtetni a városban. Szerettük volna minél hamarabb megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan tud az önkormányzat segíteni ennek a szolgáltatásnak a tovább működtetésben a városunkban. Ennek érdekében haladéktalanul felvettem mind a posta vezérigazgatójával, mind pedig dr. Fónagy János államtitkár úrral a kapcsolatot. Az elhangzott információk alapján a tárgyalások következtében azt a tájékoztatást kaptam, amit írásban is kértem, hogy a Magyar Posta egyetlen egy posta visszanyitását engedélyezi és vállalja. A felmerülő üzemeltetési költségeknek a felét kell vállalnia az önkormányzatoknak, aki szeretné újra nyitni a postáját, így a Bonyhád város önkormányzatának is. Tehát itt konkrétan nem a rezsi költségekről beszélünk, és azoknak a feléről, hanem valamennyi az üzemeltetéshez szükséges költség feléről. Ez a Bonyhádi 3-as posta tekintetében éves szinten 18,7 millió forint plusz áfa, ami meghaladja 23,5 millió forintot. Ebbe bele kell érteni béreket, pénzszállítási díjakat és minden mást a rezsiköltségeken felül. A tárgyalások kiterjedtek arra is, hogy a majosi hivatalt is kinyissák, ám ezelől a tulajdonos elzárkózott. Tehát sok-sok feltételt szabtak, köztük azt is, hogy hiába vállalná mindkét postának az újranyitásának a teljes költségét az önkormányzat, akkor is csak egyet támogatnak. Ezért a döntés a nagyobb forgalmú posta újranyitása mellett szólt. Rendkívüli testületi ülés döntött arról, az önkormányzat felvállalja a költségeket a Fáji utcai postafiók megnyitása érdekében. Ezt a kötelezettséget nem a téli időszakra, hanem konkrétan 18 hónapra kell vállalnia valamennyi önkormányzatnak, tehát 2024. június 30-áig. Az 18 hónap, 23-as költségvetési évet tekintve az előbb említett nagyságrendileg 23,5 millió forint, és további fél éven keresztül még 11,7 millió forintról beszélünk. Tehát mindösszesen a képviselőtestület döntése alapján 35 millió forintot meghaladó támogatásban tudjuk részesíteni a Magyar Postát annak érdekében, hogy ez az újranyitás január 2-ától megszülessen. A döntés hatására január 2-án ismét fogadja az ügyfeleket a Fáji lakótelepen üzemelő postahivatal. Motoros Mikulások lepték el Bonyhád utcáit vasárnap. A hagyományteremtő kezdeményezést a nemrég alakult Völgységi Motoros Egyesület szervezte. A cél a motoros közösség építése volt, és hogy mindenki jól érezze magát. A kaszinókertben gyülekeztek a Mikulások vasárnap délután Bonyhádon, hogy egyszerre induljanak el az első felvonulásukra. A hagyományteremtő szándékkal szervezett megmozduláson rengeteg motoros vett részt, a rossz idő ellenére is. Pár hete találtuk ki, gyorsan rendeztük. Nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy partner volt velünk, amikor átmentünk a polgármester asszonyhoz, ő teljesen pozitívan állt hozzá, hogy igen, jó, akkor csináljuk meg. Ugye alkalom, hogy ez a piros ruhás bácsi a Santa az most ad rá alkalmat, és a rendőrség is, amikor fölmentünk, tárgyaltunk velük, ők is teljesen pozitívan mondták, hogy jó, és akkor csináljuk meg. Azt mondják a nagy motorosok, hogy eső nincs, hideg nincs, csak föl kell öltözni hozzá. Aki fázik, az rosszul van öltözve, de azért remélem, hogy el fog állni, nagyon nézem, én úgy gondolom, meg úgy néztem az időjárás jelentést, hogy eláll. Ez egy tök jó tradíció lehetne, mert mindig csak szídja a motorosokat a városban, és így talán megtanulják az emberek, hogy nem minden motoros bolond. Jó szívűek vagyunk. Jó szívűek vagyunk. És hogy ez a rendezvény ráhangolja-e őket a karácsonyra? Természetesen. Titeket nem?
A programot az idén alakult Völtségi Motoros Egyesület szervezte. Ez az első rendezvényünk, ahogy látjátok, hogy mennyi motoros jött össze, és remélem még jönnek is, mert 3-kor fogunk indulni. Jövőre tekintve rengeteg tervünk van, szeretnénk megvalósítani, ezen kívül ez az idei, ugye most már nincs sok vissza az idényből. Jövőre tavasszal szeretnénk a fiatalabb srácoknak, idősebbeknek, meg igazán minden motorosnak egy ilyen motoros oktatás, tréningeket tartani. Akkor van egy ilyen, hát most nem mesélnék róla inkább, mert meglepetés, egy versenyszerű rendezvényt csinálni, és hát most sokan nem tudják azt azért, hogy itt Bonyhád és környéke régen a két világháború között nagyon sokan motoroztak, ugye. Magyarország nagyon-nagyon motoros társadalom, és 1930-31-ben itt Bonyhádon is volt utcai motorverseny. Hát ez egy nagy álom, hogy ezt megismételjük valamilyen kereteken belül majd, de hát ez nyilván ez egy nehezebb szakasz lesz, de megpróbáljuk megcsinálni. Ez is egy álom, mert ugye aki motorozik, annak motoros szíve van. Úgy gondoltuk, hogy csináljunk egy egyesületet, mert Bonyhádon észrevettük, hogy nagyon sok motoros van, főleg fiatal. És néha-néha van egy kis összetűzés az önkormányzattal, a rendőrséggel. Nyilván nem kéne szabad lenni, de azért mi is voltunk fiatalok, ugyanígy megvolt nekünk is ez a kis huncutság. És ezért szeretnék ezt az egyesületet, hogy ő közéjük oda beállni, a rendőrség, az önkormányzat és a srácok közé, hogy egy kicsit puhítani mind a két oldalt, hogy azért a városban lévő motorozást is finomabban, hiszen óvjuk magunkat, vigyázzunk a járókelőkre, mindenkire, meg hát ugye a rendőrséget is, hogy ne legyen az mindig, hogy konfliktusok vannak, és erre, igazán nagyon erre akarunk rákoncentrálni, hogy a motorosokat itten kicsit burokba összehúzni és terelgetni szépen a városba. A rendezvényt a rendőrség biztosította, és a város is támogatta. Az állomásokon pedig az utánpótlás is megjelent. Lesznek megállók, 4 megálló, a megállókba osztogatunk a gyerekeknek szaloncukrot, csokoládét, és utána a Kollerpanzióban lesz az első, a második, a hármas iskolánál, a Széchenyi iskola, utána a Perzselkerthez lemegyünk, és utána a benzinkút körül egy kört, hogy azért megmutassuk magunkat, addigra már be fog sötétedni szépen, és felvilágítjuk a motorokat is, úgyhogy nagyon szép lesz, és utána elmegyünk a Dózsa György utcába. Én annak, hogy ennyien vagyunk, nagyon örülök. Én megmondom őszintén, nem számítottam ennyi motorosra. Sokan írtak, hogy jönnek, sokan érdeklődtek, de hát nem, meg nem mondom hányan vagyunk, de szerintem hányan lehetünk. Egy ilyen 50-en biztos vagyunk, vagy 100-an. Az, hogy mindenki jó érezze magát, ha csak egy-két kisgyereknek, vagy szülőnek, vagy a motorosokra egy kis mosolyt csalunk az arcára, akkor már megérte. Hát hiszen advent második vasárnapja van, úgyhogy ez erről szóljon, hogy mindenki érezze jó magát. A jó hangulatból nem volt hiány, mind a 4 állomásra érkeztek gyerekek és felnőttek is egyaránt, akik látni szerették volna a Mikulás hadat és kapni egy-egy csokit. A Terítéken című közéleti beszélgetések sorozatban ezúttal Száz Gábor előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Ő az az építész, aki végig irányítója volt az Elmer Vojnics mauzóleum rekonstrukciós munkáinak. A feladat szépségeiről és nehézségeiről és egyedülállóságáról beszélgettünk az építésszel. Ez év novemberében csak nem másfél éves felújító munka után ünnepélyes keretek között adták át Bonyhád építészeti büszkeségét, az Elmer Vojnics mauzóleumot. A magyar kormány közel 200 millió forinttal támogatta a beruházást, ami nem csak a kápolna, hanem a Perzsel családi síremlékek és a természeti környezetük megújítását is lehetővé tette. Száz Gábor generálkivitelezőként és a felújítás koordinátoraként is dolgozott az 1905 és 1907 között épült neogótikus sírkápolna helyrehozatalában. Azt mondja, ilyen munkát végezni nem gyakori feladat. A műemlék műfaja eleve egy olyan különleges műfaja építészeten belül, hogy élményvel foglalkozni nem gyakori, és teljes egyedi megoldásokat és felkészültséget igényel. Úgy gondolom, sajátossága egy ilyen épületnek, hogy
A tervezéskor, előkészítéskor ritkán lehet a belsejébe látni, mindig a munkák során a megbontáskor derül ki, hogy valamilyen meglepetéssel, másfajta szerkezettel, vagy különlegességgel szembesül az ember. A műemlék kapcsán megvan kötve a kezünk, azt gondolom. Tehát a szempont az, hogy a lehető leginkább azt helyreállítani, ami az építéskor mutatkozott az épületen, tehát itt improvizálni, vagy önálló építész művészi dolgot belevinni, ez szinte kizárt. Az építmény még pusztult állapotában is szépséget sugárzott, ami feledősödött most, hogy minden a helyére került. Számokban elbeszélve 230 négyzetméter belső díszítő festést kapott, 16 ólomüvegablak készült, és vörös résztető fedése is lett az épületnek. A burkolatalatti felületek, amiket helyre kellett állítani, azok rosszabb állapotban voltak, mint az induláskor feltételeztük. Ezen kívül egy sír emlékre számítottunk az épületen belül, közben kiderült, hogy a kriptában 3 koporsó van elhelyezve. Találkoztunk darásvészkekkel, szóval különlegességek is voltak az építés során. Megközelítően 200 ember vett részt a felújításban, mondja Szász Gábor, és kifejezetten fárasztó egy ilyen épület rendbehozatálával foglalkozni. Egy évet dolgoztunk, de 2 évet öregedtem biztosan. Rengeteg olyan apróság van, és napi megoldandó rögtönzés kíván a feladat, ami alapesetben egy normál építkezésnél nincsen. Tehát ez más műfaj. Nagyon büszkék lehetünk rá, azt hiszem, és szerencsénk volt a tervezés és kivitelezés kapcsán is bekapcsolódni a munkákba. Olyan egyedi műemlékről van szó, ami nagyon ritka megformálása a megyén belül, de országosan is. Ennek volt egy hasonlása a Margit szigeten valamikor, de ezt a II. Világháborúban lebombázták, meg semmisült, úgyhogy egyáltalán nincs is párja Magyarországon. Nem túl régóta védett műemlék, mindössze 20 éve került műemléki védettség alá, és a dolgot nehezítette a felújítás során, hogy a források is nagyon korlátozottak voltak. Tehát amit újra kellett alkotni, mert már sérült volt, vagy nem volt meg az épületen belül, azokat általában történeti kutatás alapján lehet helyreállítani. Viszont itt a kutatás nehezítette, hogy zsolnai emlékről van szó, ugye kívülbelül rengeteg zsolnai burkolati elem, oltár, stb. Van benne, de az a fazonkönyv, amire itt alapozni lehetett volna, és a zsolnainál nagyon fegyelmezetten ezek megvannak, az érdekes módon ez a 10-es számú fazonkönyv az eltűnt, olyan regényes úton, hogy 69-ben Belgrádban újítottak fel egy épületet, amin zsolnai elemek voltak, és ott egy autóból kilopták ezt, úgyhogy forrásaink korlátozottak voltak. Miután fényképes anyag nem volt az épület belsejéről, és ezt a kutatás során se lehetett már fellelni, ezért nagyon alaposan hagyatkozni kellett azokra a festékétek kutatásokra, azokra megmaradt kerámia töredékekre, amik még az épületen belül fellelhetők voltak. A mauzóleum tervezési munkái 2021 májusában vette kezdetét, és közel 4 hónapot vett igénybe. Ezt követően indulhatott maga a beruházás, ami további 1 évig tartott. Adventi hangulat uralkodik a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. A fiatalok nem csak készülnek a karácsonyra, de még ajándékot is kaptak a napokban. Nagy volt a sürgés forgás a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola aulájában. A gyerekek ugyanis különleges ajándékot kaptak nem sokkal karácsony előtt, egy új csocsóasztalt. Nyertünk 200 ezer forintot, és vásároltunk reményeink szerint egy jó masszív asztalt, amit gyerekek szabadidőben nagyon szívesen használnak, úgyhogy nagy örömmel vették át, és nagy boldogság, hogy szabadidőben megint használhatják. Versenyt is hirdettünk, úgyhogy karácsonyig szeretnénk, ha a felső tagozatosok párba próbára tennék a tudásukat, úgyhogy nagyon köszönjük a szülőknek, ismerősöknek a sok-sok zsetont, amivel hozzásegítettek bennünket ehhez az adományhoz. A cél tehát, hogy a Bonyhádi iskolába került csocsóasztalon még idén házi bajnokságot rendezzenek a diákoknak. Szoktunk játszani, de barátokkal általában akár nagy szünetben, akár csak kisebb szünetekben lejövünk, csocsózunk, állítunk bajnokságokat, játszadozunk, jól érezzük magunkat. A játékasztal megvételéhez szükséges pénzt az egyik országos élelmiszer üzletlánc versenyén nyerte az iskola. Összesen 200 ezer forintot kapott így az intézmény. Az iskolában nem csak az ajándék jelzi a karácsony közelettét, egész hónapban az ünnepre készülnek a gyerekek. Fantasztikus hangulat van, és nagyon sok párhuzamos programunk van. Első körben az adventi készülődésben szülők készítettek ajándéktárgyakat,
amit egy ablak kiállításban kínáltunk a vevőknek és a lakótelepnek, a városnak. Nagyon sok értékes karácsonyi ajándék került eladásra. A héten indult a gyerekvásár. Ez apró cseprő csecsebecsékről szól, nagyon elfogadható árakon, úgyhogy a gyerekek nagy vásárlásban vannak. Közben megy az angyali játékunk, ez egy nagyon régi hagyomány. Minden nap egy gyerek kap ajándékot egy adventi csomag bontásával. Az idén a legsegítőkészebb tanuló kapja ezt osztályonként. Úgyhogy szerintem fantasztikus hangulatba telnek az ünnepi készülődések. Adományokat gyűjtünk paradicsom pusztára, ezek hátizsákokat jelentenek és kulacsokat. És hát legnagyobb külső segítséget megmozgató programunk az 13-án lesz, amikor koripokat fognak horgolni a szülők, ismerősök, és a karácsonyi vásár pénzéből vettük meg azt a nem olcsó fonalat, amivel támogatni tudjuk az újszülötteket, a koraszülötteket. Sőt, a gyerekek még Mikulás napján is meglepték egymást. Ma például Miklós napján én voltam a Mikulás iskolában, körbejártuk az első, második, harmadik évfolyamot, ajándékoztam gyerekeket. Steklis Zsuzsa tűzzománc művész 300. kiállításán nyílt meg Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Az elmúlt 3 év alkotó munkájának eredményét szemlélteti a tárlat. Ismét tűzzománc alkotások kerültek fel a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ kiállító termének falaira. Stekli Zsuzsa jubileumi tárlatát nagy érdeklődés övezte. Egészen pontosan ez a 300. kiállításom, és itt Bonyhád városában a 11. 92 óta 3 évenként kiállítok. Ez most a 11. akció. Mivel készült már a milyen alkotásokkal? 19-ben voltam itt utoljára, és azóta készült munkákat hoztam most el. Ugye közben volt a pandémia, tehát senki nem jött hozzánk, mi sem mentünk sehova. Egész nap otthon voltam és dolgoztam, tehát itt az eredménye, az elmúlt 3 év munkáit hoztam. A címe Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Katolikus templomokban lehet látni ezt a feliratot. Van néhány vallásos tárgyuképen, ami ezt jelenti. De ha jól meggondoljuk, igaziból a természet, a tájképek, a virágok, vagy bármi, ez mind Isten dicsőségét szolgálja. Tehát a cím ezért van. Isten dicsőségére készült a kiállítás is. Igazából most volt időm játszani, és volt időm kísérletezni. És itt több olyan kép van, ami nem csak rekeszománc technikával készült, hanem van egy festett zománcosok, a rézlemezre, vaslemezre. Tehát játszogattam a különféle technikákkal, és ennek az eredménye is látható itt a falakon. Nem jött senki hozzánk, mert nem jöhettek, mi sem mentünk sehova. Otthon voltam, csendben a műhelyben, és végre volt időm igazából elmélyedni egy-egy témában, volt időm gondolkodni rajta, és azt jól, lehetőleg jól megcsinálni képekben. Egy-egy alkotás elkészítése akár egy hetet is igénybe vesz. Először is van egy ötlet, ami úgy valahogy, valaki küldi, valahonnan kipattan. Azt le kell rajzolni, többször átrajzolni, végül marad egy tiszta vonal, amit egy pauszpapíron átrajzolok, és az kerül majd át a zománcra. Aztán azt minden vonalat rekesz drótból szépen nagyon pontosan a vonalon kihajtogatni, megszárítani, ráragasztani a lemezre. Kitöltögetni, aztán egyszer leégetni, aztán megint töltögetni, aztán megint égetni, aztán egyszer csak elkészül a kép. De egy ilyen rekeszománcos kép az kb. Egy hét mire elkészül. Nagyon, nagyon munkaigényes, nagyon macerás dolog. Fejlődni mindig lehet és tanulni mindig lehet. Én tanulom a szakmát már 50 éve és aztán még van mit tanulni. De igazából most konkrét célom nincsen, most egy kicsit örülök annak, hogy ez a kiállítás összejött, és örülök annak, hogy egy kicsit úgy tudok visszatekinteni az elmúlt 3 évre, aztán majd hogyan lesz tovább, azt majd meglátjuk. Az ünnepélyes megnyitón Filóné Ferenc Ibolya polgármester is beszédet mondott, aki a bonyhádi lakosság nevében is megköszönte az alkotó eddigi munkáját. Úgy fogalmazom meg, hogy a legnemesebb értelmében lokálpatriót a Zsuzsa, mindannyiunknak, és az város első emberének is, akkor talán így helyre kerül a dolog. Elhangzott már nagyon sok szám, nagyon sok adat, talán nem is tudok mondani. Na, hogy idézem fel azt a 2003-at, amikor Zsuzsa Perczel díjas lett, hiszen ez a díj a város legrangosabb kitüntetése.
felszerdíjjal ismerjük el azt a munkásságot, azt az életművet, aminek még korán sem volt 2003-ban Zsuzsa a végén, és bízom benne, hogy még nagyon messze lesz ez a vége. De hogy mégiscsak egy olyan rangos kitüntetés, amiben azt szeret, talán még motiváció is annak, aki kapja, és én így éreztem ezt nála is. Hiszen azóta lassan eltelt 20 év, jövőre már 20 év, hogy ezt a kitüntetést megkaptad, és nincs olyan alkalom, nincs olyan eset, amikor ha hozzáfordulok, akkor ne tudna nekem segíteni, bármiben is legyen szó, ne csak az alkotásról vagy a művészetről beszéljünk. És hogyha már a városról, a Városházáról beszéltünk, a mi díszteremünkben is van csodálatos képeit találtuk meg Zsuzsának, azokat, amelyek az én kedvenceim, bár nem általam kerültek oda, hanem állatokkárom is közben megérkezett, és az ő polgármestersége idej alatt vásárolta a város ezeket a képeket, amin a város legjellegzetesebb épületei látható. És ebből van egy sorozat a díszteremben, ahol az esküvők is zajlanak, ahol a testületüléseket tartjuk. És amikor első alkalommal végig kellett gondolni, hogy ha elmegyünk egy testületterepülésre valahova határolóra, akkor mit tudjunk ajándékba, nagyon gyorsan meg volt a döntés, hiszen ezek a képek mindent kifejeznek. Zománcból készülnek, és ha Bonyád, akkor zománc, még a mai napig is, hiszen az egyetlen egy az országban, ami működő zománcján. Azok a képek kifejezik azokat az épületeket, amik számunkra a legkedvesebbek, a legjellegzetesebbek a városunkra, és egy művészi alkotás, ami egyedi és ami megismételhetetlen. Köszönöm a heti figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!